Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Békés Csabán. Megkérem a tisztelt közönséget, hogy közösen mondjuk el 7-szer az Om Nám mantrát. Szépen. Szeretnél boldog lenni? Szeretnél szeretetben élni? Szeretnél harmóniában élni? Meg szeretnél tudni, hogy ez hogyan lehetséges? Esetleg ma este a titkot hazavinni? Nem fogod. Nézd meg, hogy hány ezer éve próbáljuk ezt. Egyetlen szóval mond, ó Uram, és meggyógyul a szolgám. Egyetlen titkot fedjenek föl előttem, és boldogabb leszek, meg lesz a szeretet kulcsa, és végre ez a nyomorúság, amiben látszólag élünk, ez megszűnik. És képzeld el, hogy nem ezzel kell kezdeni. Amivel kezdtünk, az a gyümölcs oldal. És amikor valamit kérünk, mert hiszünk valamiben, vagy valakiben, akkor a hitünk nyomán mi valamilyen gyümölcsöt szeretnénk hazavinni. Tehát én szeretem a kertészt, és adjon nekem érte almát, meg körtét, és szőlőt. Én hiszek abban, hogy a kertész jó ember, a borász jó ember, és ezért adjon nekem áldást, szeretetet, gyümölcsöt, és ezt én hazaviszem, és a kertész, borász, földművelő nevét áldva elfogyasztom. Mi ehhez szoktunk hozzá 2000 év alatt. Ahhoz, hogy egy picit magunkba nézzünk, és a boldogság, illetve szenvedés forrásaként mondjuk magunkat, egymást jelöljük meg, ez nem szoktunk hozzá. Csak pár évtizede jött el nyugatra az a tan, amely azt mondja, hogy ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Jó, hát most megtudtad a titkot, a tudat. Nagy T-vel. Nem az a kis T, aminek te gondolod magadat, meg a párodat, meg a másikat, az a kis T, hanem az a nagy T. Nagy tudat. Az egyetemes. Ezzel beljebb vagyunk? Nem. Nem, ez körülbelül olyan értékű, hogy a világot Isten teremtette, és itt nyugaton a sok-sok monoteista ízváltozat között azért meg is kérdezheted, hogy melyik? Tehát, hogy melyik istenképben bízzam, hogy melyik teremtette, hogy tényleg a pokorra lehetőleg ne kerüljek. És kiderül, hogy ha ezeket az illúzió lufikat te kidurrantod, és nem vagy hajlandó puszta projekciókban hinni, akkor szinte semmi nem marad. Nézd meg, hogy hány ezer könyvet égettek el, nyomtattak ki, hittek el az elmúlt pár évszázad során, mint nagyon fontos könyvek, mint az emberiség szellemi paradigmáját meghatározó könyvek. Mentünk-e ezáltal, hogy megírtuk, elhittük, elégettük előrébb? Idézem az egyik leghíresebb modernkori jógit, Krisnamacsárját. Ő azt mondta, az egyetlen kifelé vezető út befelé vezet.
Tehát valahol belül magadban kellene keresni a szenvedés és boldogság forrását, és rájönni, hogy nagyon nem érdemes egymást azzal macerálni, hogy megmondom neked, hogy mi a boldogság, és hogy neked ezen az úton boldognak kell lenned, mert én azt mondtam. És hogy így kell szeretned, és úgy kell harmonizálnod, és amúgy kell együtt élned. Kiderül, hogy ezzel nem csak az autonómiádat venné el az ilyen tanító, hanem alapvetően eltorzítaná a világképedet és az önképedet. A Buddha azzal kezdte, hogy rájött, hogy szenvedünk. Ez reális. Ehhez nem kell tanító, ehhez nem kell könyv, ehhez nem kell vallás, ehhez nem kell külön hitrendszer. Rájössz egy adott pillanatban, hogy nincs meg, amit szeretnél. Ez a négy kisebb szenvedés egyike. Nincs meg. Nem tudtad megvenni. Nem tudtad megcsinálni, nem tudtad kitermelni. Az a minőség, az az ember, az a létállapot, amit szeretnél, az nincs meg. Vagy olyan emberek, lények társaságában vagy, akiknek nem szeretnél a társaságában lenni. Ez a négy kis szenvedés másodika. Azért kezdem a kisebbekkel, mert hogyha négy naggyal kezdeném, akkor így elmenne a fejed fölött, mint a léghajó. De ezek a picik, ezek ott vannak az asztalon, ott vannak a szobában, ott vannak az életedben, ezek szúrnak. Nem ütnek nagyot, ezek szúrnak, ezek csiszolnak. Miért nem tudom tolerálni őt, és miért tolerálom őt? Miért, mi van ez a dualitás bennem? Miért van ez? Ugyanolyan ember, mint ő. De őt ne lássam, őt meg forever, mindig is szeretném. Miért van ez? Tehát, ha olyat kapsz, amit nem szeretnél, fejlécés levél, check, akkor szenvedsz, mert egyrészt nem tudod, mit írjál, nem érted, nem tudod kifizetni éppen hó végéig, és nem ezt szeretnéd kapni. Viszont amit kapni szeretnél, az nincs. Egyik üzletben sincs. Tehát emberi és anyagi oldalon találkozunk ilyennel, hogy a négy kis szenvedést említve olyat kapsz, amit nem szeretnél, és nem kapsz olyat, amit szeretnél. Ez ugye ismerős. Tessék megnézni a párkapcsolati problémákat. Annyira szépek. Tehát, hogy így hűséget esküdsz így ő neki, holtodiglan, holtomiglan. Tehát végre nem egyszer használatos örömtárgynak tekinted a másik embert, hanem tényleg kicsit hosszabb távra rendezkedsz be. Eltelik egy év, eltelik két év, eltelik három, tíz, és olyan dolgok derülnek ki róla és rólad, hogy az életedben nem álmodtál volna erről. Hogy volt a szépség csomagban még benne az? Vagy hogy volt az okosság csomagban még benne az a lelkemény, amit soha nem láttál? Nem is gondoltad, hogy benne van, de magadról sem, hogy te olyat tudsz mondani. Olyat tudsz gondolni. Olyat tudsz tenni, olyat tudsz érezni. Tehát azzá váltál, akivé nem szerettél volna. És itt már közelítünk egy picikét a négy nagy szenvedéshez, ami megint csak nem kell itt arra gondolni, hogy hirtelen rosszabb állapotban mész haza, mint ahogy idejöttél. Mert ezt megtudod. Például rájössz, hogy egyszer meg fogsz halni. Egyszer a szeretteid is meg fognak halni. Ez a halál, mint a szenvedés egyik forrása. És a halál előtt általában megszoktunk öregedni, és erről az öregek nem nagyon beszélnek, hogy ez mennyire kellemetlen, mert túl méltóságteljesek, büszkék, túl sokat éltek, hogy ezt elmondják, hogy olyan, hogy 60 fölött ne fájjon valami, olyan nincs. Nagyon ritkán van, hogy egy kicsit nem fáj, aztán megint fáj, aztán tudod, hogy ez már nem fog teljesen elmúlni, és 65 fölött még jobban fáj, de ezt nem mondjuk el az unokának, meg a mennynek, meg az öcsinek. Miért vegyük el az élet kedvét? A betegség, mint szenvedés, az teljesen nyilvánvaló. De az, hogy a születés is szenvedés tud lenni, hát akik szültek, azok tudják, hogy az öröm és a fájdalom mennyire együtt van a születésben, és hogy mennyire kockázatos születni. De mégis bevállaljuk, mert hát anélkül nem élet az élet. Születés, öregség, betegség, halál. Ez a négy nagy. És kiderül, hogy amíg ez a négy nagy, vagy négy kicsi neked akadály,
addig boldog se leszel, szeretni se tudsz igazán, és nem ismerted meg önmagad. Tehát ha visszatérünk oda, hogy tényleg mi a saját tudatunkkal, gondolkodásunkkal, érzeteinkkel, beszédünkkel és cselekedeteinkkel teremtjük a világot, sőt teremtjük egymást is, akkor milyen tudattal tesszük ezt? Milyen minőségű tudattal tesszük ezt? Tiszta ez a tudat, vagy sem? A Buddha nem csak a szenvedést azonosította, mint a négy nemes igazság első sorát. Van a szenvedésnek oka is. És az oka három nagy dobozban keresendő. Az egyik, hogy nem vagyunk hajlandóak elismerni a szenvedés tényét. Tehát, ha így odamész valakihez, kopogtatsz az ajtaján, és megkérdezed, tetszik félni a haláltól? Menjen már innen! Tehát általában defenzívek vagyunk az élet és a halál nagy kérdéseivel szemben, mert magunk még nem néztünk szembe vele. Tehát a mulandóság probléma. A mulandósággal nem néztünk szembe, hogyha félünk a haláltól. A másik, szabadnak tetszik lenni? Én? Hát csak is az vagyok. Ja, ez mi? Hát ezek a kötelékeim. És kiderül, hogy a szabadság és felelősség együtt nagyon kevés emberben van meg. Az, hogy kötődni is szeretnénk, és autonómak is szeretnénk lenni, kapcsolatban is lenni, de szabadnak is lenni, hát ezt a paradoxon nem nagyon szoktuk fölvállalni. Vagy egyik, vagy másik. Én szabad vagyok, én. Ja, és ez itt mi? Ja, ez a Szahara, ez a sivatag, amit teremtettem magam körül, mert kiirtottam az összes függő viszonyomat. Nem vagyok hajlandó kapcsolódni más emberekhez, mert attól elveszítem a szabadságomat, ugye? Kompromisszumképtelen, narcisztikus kapcsolat, ismerős, mindenki keresztül ment rajta, vagy így, vagy úgy, vagy alanyként, vagy tárgyként. Tehát a függő viszonyok, a kölcsönös függőséget nem ismerjük el, nagyon nehezen ismerjük el. És az ilyen típusú embernek érdemes azt megtapasztalni, hogy milyen az, amikor 5 percre elzárják az oxigént a szobában. Hogy függ az oxigénellátástól ő, vagy az ételtől, vagy az italtól, vagy egy másik ember szeretetétől, hogy ez a függő viszony, ez mennyire valóságos, és mennyire teremthető. És a másik, a kedvencem, bekopogsz a lélek ajtaján, és megkérdezi, hol van a tökéletesség? Hol? Az a tökéletes, az a befejezett, az önmagában álló, az hol van? Az az isteni szikra, hogy te az Isten képére teremtettél. Az a tökéletesség, az hol van? És kiderül, hogy sehol. Az az önkép hamis, az az Isten kép hamis. A tökéletesség ideája hamis. És kiderül, hogyha ezt a hármat te nem a szenvedés okaként, hanem az élet velejárójaként fogod föl, ez a három törvény az oldaladra áll. A mulandóságban csak a karmádat fogod elveszíteni. A függésben csak az önképet fog megváltozni. A tökéletlenségben azt éled meg, hogy újra és újra teremthetsz tulajdonságokat, és nincs befejezettség. És van a szenvedéstől való megszabadulás, ez a harmadik nemes igazság. És ez bizony az egyéválás pontja, az a tudat, amelyben nincs dualitás. Ezt műszóval nirvánának nevezik, amely a születés és halál körforgásától való megszabadulás is, a jó és rossz kínzó dualitásaitól való megszabadulás is, és ezáltal elnyered azt a tapasztalást, hogy tényleg mi közösen teremtjük ezt a világot. És a nem kettősség állapotát egy pillanatra így tapasztalhatod. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. Nincs születés, nincs halál, nincs jó és nincs rossz. Ezután visszakapcsol az elméd, és rájössz, hogy ahogy figyeled a gondolkodásodat, érzelmeidet, szavaidat, tetteidet, úgy teremted ezt az egészet. És minél jobban kinyitod a lelkedet, annál tudatosabb vagy a karmádat illetően. Minél jobban látod a testedet, annál inkább tudatos vagy a tested állapotát illetően, és meglátod a kettő közti összefüggést, hogy a testi és a lelki állapot hogyan függ össze. Volt úgy, hogy nagyon rosszul érezted magad, nagyon szomorú voltál, nagyon sok energiát veszítettél, és beteg lettél.
Ugye? És amikor a betegségben valamire rájöttél, hogy mit gondoltál rosszul, mit éreztél helytelenül, mit mondtál helytelenül. Amikor erre rájöttél, mert az energiád az elment, és így szépen jött föl a cucc belül a belátás, akkor a belátás nyomán elkezdett az energiaszinted emelkedni, és elkezdtél a gyógyulás ösvényére lépni. És a szenvedés bizony megszüntethető. Ezért a harmadik nemes igazság kimondja, hogy a szenvedésnek van megszüntetése. És a negyedik pedig az ide vezető út. És az ide vezető út az egy nagyon érdekes út, mert csak azzal kezdődik, hogy helyes. Tehát helyes nézet, helyes beszéd, helyes cselekedet, helyes meditáció, helyes életvitel, helyes erőkifejtés. De mitől lesz ez helyes? Ez attól lesz helyes, és visszatérek a tudat alapminőségére, hogy tiszta tudattal élsz. És ez a tiszta tudat olyan, mint a tér, olyan, mint a tükör. Nincs benne sem én, sem más, de jól látja az ént, és jól látja a másikat. Hogyha lenne benne fix tartalom, fix entitás, akkor az a tükrön egy folt lenne. Ha lenne benne fix minőség, jó vagy rossz, az a tükrön egy repedés lenne. Ha lenne állandó vonzás és taszítás tartalma, akkor az a tükrön egy horpadás vagy homorúság lenne. Tehát domború vagy homorú vonzás és taszítás tartalma lenne a tükörnek. És a több évezrednyi tapasztalat bebizonyította, hogy igazi önvalódnak nincsenek ilyen tartalmai. Nincsen ilyen entitása, hogy én. Nincsen olyan duális minősége, hogy jó vagy rossz. Nincs olyan körforgása, hogy születés, öregség, betegség, halál, majd újra születés, öregség, betegség, halál. Az az érdekes, hogy mindez, amit elmondtam, ez teremtett, nem önmagában létező. És ha ezt tudjuk, akkor tartózkodni tudunk a szenvedésteli állapotok teremtésétől úgy, hogy közben a lélek fölveszi a testet, megszületik, felnő, a test megöregszik, és utána a lélek leválik róla, és így meg is halunk. De ennek az átélését, hogyha nem a saját ragaszkodó, a mulandósággal perlekedő, a kölcsönös függést el nem fogadó, a tökéletességet állandóan kereső, hamis énnel keressük, nézzük, akkor ez a szenvedés nem áll be. Magyarul a te reakciód teszi szenvedéssé mindezt, amely egyébként a világban természetes. Itt vannak ezek a kacsák és libák a vízpartján. Teszik a dolgukat. Gácsér, gúnár, mindegyik. Van gondjuk azzal, hogy tojást kell tojni? Van gondjuk azzal, hogy táplálkozni kell, és esetleg vannak ragadozók? Van gondjuk azzal, hogy egyszer csak akármilyen gácsér vagy gúnár akkor is elpusztul? Ugye nincs? Mert nincs ilyen gondolkodásuk, mint nekünk. Tehát az az érdekes, hogyha a karma teremtett voltát belátjuk, és a teremtésétől tartózkodunk a szenvedésteli dolgoknak, akkor akár teremthetünk örömteli és boldog állapotokat magunknak és másoknak egyaránt. Az eredeti tudat mindig tiszta. Nincs jövése és menése, élete és halála. Ez az eredeti tudat benned a látó. Nem a próféta, nem ez a látó, most nehezen foglalkozzál. Az, ami ezt a pillanatot jól látja, itt és most, erről beszélek, ami most kinéz a szemedből, ami most hall a füleddel, ami most gondolkodik az elméddel, vagy érez a szíveddel, az a valami, amit te énnek hívsz, és így az önképeddel összetéveszted az önvalódat, ez a valami, erről beszélek. De beszélhetek akármeddig, hogyha te ezt nem tapasztalod, akkor csak körbe-körbe forogtunk verbálisan a lényeg körül, és nem lett a tiéd. Tehát, hogyha a tudat eredeti tisztaságát elérjük, vagy újra elérjük, akkor látunk, ezt úgy hívják, hogy vidya. A védák ebből a szóból jön. A véda nem tudást jelent, az vidzsnána lenne. A véda az a látás. Ebből jön a vidya, videó, vidére. Ez a nyugati származékszó. Tehát, ha látsz a lélek tudatosságának a tükrében, a test tudatosságának a tükrében, akkor
helyesen ismered fel a helyzetedet, kapcsolatodat és a szükséges működésedet is. Ha nem, azt úgy hívják, hogy avidjá. A tükrön keletkezett egy folt, keletkezett egy horpadás, keletkezett egy repedés, mert az illúziót elhitted, a múlandót állandónak akartad, az önképet önvalónak akartad, a gondolkodásodat be akartad helyettesíteni a valóság helyére. És itt tévedtél. Ez a tévedés az avidjá. Ez a hamis azonosulás az avidjá. A szenvedés forrása a nem látás. És hogyha látsz, ha tiszta a tudatod, akkor látod az ok és okozat összefüggését, látod a karma teremtettségét, látod azt, hogyha te szeretetet szeretnél, az önmagadban nem lehet. Legalább még egy lény kell hozzá, mondjuk egy kacsa, vagy egy kutya, vagy egy macska, vagy uram, bocsá, egy másik ember. A legkockázatosabb az ember, mert az visszabeszél. Annak van véleménye. Neked is, mosolyoghatsz, de neked is. Tehát, hogyha megnézed, az igazi intimitásnak a gátja az állandó gondolkodás, véleményalkotás és felesleges fecsegés. Nem tudunk egymásban megnyugodni, nem tudunk a pillanatban elcsendesedni, nem tudunk valahol harmonizálni, hanem állandóan nyomjuk a sódert, hogy nekünk igazunk legyen és a másik elfogadjon. Már elfogadott. Miért kell fél órán keresztül önképet sikáltatni vele? Csak azért, mert függünk egymástól? Nehogy már. Tehát, hogyha beáll a tükör torzulata, törése, hamis azonosulása, akkor kialakulnak fixa ideák, olyasféle abszolútnak gondolt, dogmatikus gondolatok, érzelmek, amik eltorzítják az önképet, a másikról alkotott képet, a világról alkotott képet, és elkezdünk szenvedést teremteni, úgyhogy közben hirdetjük teli szájjal, hogy mi boldogok szeretnénk lenni, sőt másokat is boldoggá teszünk. Figyelted ezt? Mert nagyon sok példa van erre az évszázadok során, de elég csak az elmúlt pár évet megnézni, hogy hogy csináljuk mi ezt. Hogy csináljuk mi ezt az egyén szintjén, a párkapcsolat szintjén, a család szintjén, és a társadalom, a csoport szintjén. Ez annyira szomorú, és annyira tanulságos. Miért? Kiderül, hogy az emberiség még a saját hibájából sem tanul. Nem, hogy a másokéból, amiből tényleg lehetne, mert van elég, de a sajátunkból sem. Honnan tudjuk, hogy megismételjük ugyanazt a szenvedést, mint háború, éhínség, járványok, nélkülözés, egyensúlytalan társadalom, hierarchia nélküli szervezetek, kiegyenlítettség nélküli közösségek, soroljam. És a tan üzenete az, hogy ennek nem kell így lennie. Ez rajtunk múlik. Teljesen rajtunk múlik a mi tudatminőségünkön, hogy milyen életminőségünk van. Tehát amellett, hogy a világ fölfelé és lefelé nyitva van, hogy nem csak a látható, tehát az érzékszervekkel tapasztalható valóság van, hanem fölötte és alatta is vannak olyan létformák, amelyekre rányílhat a tudatosságod, a lelked szeme. Amellett igaz, hogy nagyon-nagyon magunk vagyunk. Tehát annyira várják egy páran a második, a harmadik és a negyedik eljövetelt. Annyira várják mások, hogy valami földön kívüli társaság ilyen kis kerekcsészajakkal oldja már meg a problémát. Vagy valahonnan a parkból jöjjön elő valami dinoszaurusz csord, és letarolja az egészet, és akkor lehúzhatjuk a rolót, és vége ennek a kínlódásnak. Hölgyeim és uraim, rossz hírem van, nem fog bekövetkezni. Ez nem azért, mert én ezt ennyire jól tudom, hanem azért, mert a földi törvények mutatják, hogy külső forrásból végső megoldás nincs. Miért? Mert nem ők teremtették a szenvedésünket, ezt mi teremtettük. Mi teremtjük, és ha nem vigyázunk, fogjuk is teremteni. Tehát az egyik legokosabb és legönsorsrontóbb parazita a földön az ember. A legintelligensebb önsorsrontó, akit valaha a föld a hátán hordott, mindent túlélünk, de semmit nem becsülünk meg. Mindenkin uralkodni akarunk, holott csak magunkon kéne. Tehát a tudat minősége meghatározza a tapasztalat minőségét is, a teremtő tisztasága meghatározza a teremtés tisztaságát is.
Ezért érdemes valamit keresni belül, amit aztán használhatunk kívül. És a meditáció, az egyévvállás, a letisztulás gyakorlata pontosan ezt célozza. Megmutatja minden karma relativitását, teremtettségét, változtathatóságát, mulandóságát, más karmáktól, jelenségektől való függőségét, tehát azt a realitást, amiben egyébként is élünk. A jó hírem az, hogy ez az egész vélemény független. Te nyugodtan gondolhatsz erről bármit, hogy ez neked tetszik, nem tetszik, szeretnéd, nem szeretnéd, odaadnád a szomszédodnak, vagy megtartanád magadnak, teljesen mindegy. A dharma, a törvény vélemény független. Ahogy az esőnek is mindegy, hogy neked éppen jó tapasztalás az, hogy elázol, vagy borzalom és átkozott, hogy miért nem hoztál esernyőt magaddal. Úgyhogy az út egyenes, a szélsőségek jelölik ki. A jobb és a bal szélén levő szakadék, árok és egyebek jelölik ki, hogy egyébként a köztük lévő út hol van. Hát nézd meg azokat a hibákat, amelyeket elkövettél, de már nem szeretnéd elkövetni. Ezek az út szélén túl vannak, nem erre szeretnél menni. Tehát az utat, a tanulságaid, az irányvételed jelöli ki, és a hitrendszered, az értékrended határozza meg a fókuszát, a célját. Ha gyakorolsz, megszabadulsz az illúzióidtól, a hamis önképeidtől, és a megfelelő hitrendszer megfelelő értékrendet eredményez benned. Így a környezetedben is úgy, hogy te neked ezt nem kell hirdetni, nem kell propagálni, és nem kell meggyőzni senkit arról, hogy te milyen jó ember vagy, milyen jól látod a világot, és milyen helyesen cselekszel és élsz. Az eredmények beszéljenek magukért. A karmád mutassa meg, hogy te ki vagy, és ne te próbáld meg bizonygatni, hogy amit tettél, az jó volt, legalább jó szándékú volt, csak most itt mindenki vérzik. Vajon miért? Tehát rajtunk múlik, mert nincs más lény, aki a problémáinkat megoldja. Ha nálunk intelligensebb, akkor azért. Ha nálunk butább, akkor azért. Kinek van kérdése? Hogy látom meg, illetve hogy tudok különbséget tenni az önvaló és a teremtett között? Az önvaló nem mozdul, a teremtett mozdul. Az önvalónak nincs önálló minősége, a teremtettnek van. A teremtett ki van téve a múlandóságnak, kölcsönös függésnek és tökéletlenségnek. Az önvalóban, mint nem duális, nem teremtett dolog, ilyen nem merül föl. Tehát az önvaló tapasztalata az nem írható le. Ha van valami fix tulajdonsága a tapasztalásnak, akkor a teremtettet belekevertük a teremtőbe. Úgy életem, úgy, ő is tudja már. Áldás vagy, Benedek. Egyéb kérdés, itt volt előttese? Hogyha van egy olyan érzelemcsomagom, amivel nem tudok mit kezdeni, mert azt tapasztalom, hogy időnként van egy ilyen ösztöncunami, ami meggátol ebben, akkor mit tehetnék? Azt mondtad, ösztönzóna. Ösztöncunami. Ösztöncunami. Ez még jobb, mert ugye a japán is benne van, ugye a cunami van. Szeretem az ösztöncunamit, mert Zsigmond odafönt forog, tudod? A Freud, aki kitalálta. Az ösztönnel az a baj, hogy mint fogalom használhatatlan. Tehát van egy ismeretlen, és így, mint ösztön nem válhat ismertés soha. Én inkább átlátatlan karmáról beszélnék, uralatlan karmáról beszélnék, mert hogyha nem látod át a karmádat, mert a tudatküszöb alatt van, és nem merted megismerni, akkor azt nem tudod uralni, egyszer csak így előjön látszólag a semmiből, és letarol mindent. Általában ez emberi kapcsolatokban szokott megjelenni. Most is így van? Igen. Miért nem vagyok meglepve? A másik félnek is ösztöncunamia van? Van neki. Van neki. Neked is van ilyen? Igen. Wow! Mi lenne, hogyha a cunamikat gerjesztő földrengést azt egy picikét elsimítanánk, ami azt jelenti, hogy kezdjük már el megismerni egymást úgy, ahogy vagyunk, és nem úgy, ahogy elképzeljük mondjuk a kapcsolat első pár hónapjában. Mert azt az illúzióvesztést, amit egy intim kapcsolathoz, az semmi nem tudja utánozni. Tehát akik már eleget éltek egymással,
nem 5, nem 10, hanem ezek a 20 évek, és még mindig együtt vannak te. Hát az, aki kezdett, aki 3 éves, 10 éves, 15 éves kapcsolatként melletted volt, és most 20-25 meg te, hogy mennyit kellett változni ahhoz, hogy ez működjön. És már nem is hasonlít, csak mondjuk a személyben ugyanaz van. De érted? A név, az megmaradt, ez kész, és semmi más nem ugyanaz. Az igazi kérdés az, hogy ehhez milyen énség párosul, hogyha nagyon ragaszkodik ehhez a cunamihoz, és mindig rád vetíti, hogy ez a te problémád, akkor itt egy nagyon komoly aszimetria van. Ha te ezt csinálnád vele, akkor is aszimetria lenne. Itt az énség látás arányt kell nézni. Minél erősebb az énje, annál kevésbé lát. Minél jobban lát, annál lazábban, transzparensebben kezeli az önképét. Honnan tudod ezt? Hogy tud segíteni. A segítség nyúl át a két ember közötti szakadékon. Tehát, hogyha hajlandó segíteni és segítséget elfogadni, akkor ez az énség eléggé vékony, eléggé transzparens, és ezt a cunamit előbb-utóbb tudjuk uralni. Az érzelem cunaminak az egyetlen egy igazi uralkodója az együttérzés. Tehát Koreában Kwon Seung Bosal az együttérzés bodhiszattvája, és nagyon sokféle ábrázolása van, sokféle beceneve van, például 1000 szem és 1000 kéz, Chonsu Chonan Kwon Seung Bosal. Szó szerint azt jelenti a Kwon Seung, hogy felfogni a másik vagy a világ rezdülését, szó szerint hangját. Tehát, hogyha valaki együttérző, akkor olyan, mint Kwon Seung Bosal, egyik ábrázolás módban a sárkány tetején. Tehát van egy ilyen gyönyörű felhős égbolt, és egy óriási sárkányfej rajta, és azon Kwon Seung Bosal így áll. És a sárkány boldogan viszi a fején, mert az egész tudatát az együttérzés hatja át, és Kwon Seung Bosal kezében ott van egy kis ilyen palack. És a palack nem ásványvíz, tehát ott van egy ilyen kis együttérzés eszencia, amivel a világ szenvedését oltja vagy enyhíti. Tehát hogyan lehet énteleníteni az érzelmeket? Csak is együttérzés, hogy a te érzelmed fontosabb, mint az enyém. Hogy én előbb a tiedet szeretném érezni úgy, hogy a sajátomat se folytom el, mert az nem lenne helyes úgysem. Tehát látom a tiédet, látom a sajátomat, és a kettő kölcsönhatását úgy, hogy ebből valami harmónia legyen, Uram, bocsáss, szeretett kapcsolat, vagy bizonyos jó napokon még boldogság is. De ha nem hallom a másik hangját, ha nem érzem a másik rezdülését, ha bent maradtam az egóm határaim belül, akkor csak én vagyok a fontos. Csak az én szavam, érzelmeim a fontosak. Az, hogy a másikban mi van, mi kéne, mit szeretne, zéró. Fordítva is igaz, hölgyeim és uraim. Hogyha valaki nagyon-nagyon magányos, és nagyon-nagyon egyedül van a saját ösztön cunamiával, az azt jelenti, hogy semmilyen érdemi kapcsolata nincs a másik emberrel. Nem hallotta meg, hogy a másikban mi van. Nem érezte meg, hogy a másik szívében mi van. Tehát ilyenkor az egyik ilyen oldó kérdés, hogy miben segíthetek, mert ez így materiálisan elkezd hidat verni, hogy egy nagyon rossz estén a családban legalább kivitte a szemetet. Elviselhetetlen, kiállhatatlan, borzalmas, de legalább lement bevásárolni. Miért? Mert rájött, hogy egyébként teljesen katasztrófa az a nap, de valamit hadd segítsek már itt a matéria szintjén, hogyha már egyébként kiállhatatlan vagyok. És akkor ezzel elindul az, hogy miben segíthet a másik, hogyan tudjuk ezt harmonizálni, hogyan tudjuk esetleg boldogabbá tenni a másikat, és akkor eljutunk odáig, hogy mi a szeretet. Viszont ehhez, hogy ez tartósan és jól működjön, meg kell válaszolni egy még mélyebb kérdést, hogy ki vagy. Tehát a teljes materiális oldás, ez a miben segíthetek, és a legszilárdabb mentális pont, hogy tudod, hogy ki vagy, látod, hogy ki vagy, mert így tudod jól látni, hogy a másik kicsoda. Ideig el kell jutni. Ez több év. Amíg annyira őszinték merünk lenni, amíg annyira kezdünk bízni a másikban, hogy nem keresem a hibát benne, nem keresem azt, hogy hol lehetek bizalmatlan, hol lehetett ő tökéletlen, hanem azt, hogy
Mi az a pont, ahol őszintén, világosan tudok kötődni hozzá, mert ezt választottam, mert őt választottam. És akkor találjam már meg azt a szeretet kaput, azt az egészséges kötődés lehetőséget, ahol nem az ösztön cunami az elsődleges, hanem az, hogy hogyan lesz ő boldog mellettem. És én ennek következtében ő mellette. Sánti Dévának van egy fantasztikus idézete, boldogtalanok azok, akik csak saját boldogságukat keresik. Boldogok azok, akik mások boldogságát keresik. Ennyire egyszerű. Tehát uralni ezt az ösztön cunamit csak együttérzéssel lehet, csak éntelenedéssel lehet, és ehhez kell valami gyakorlat, ami bemutatja az egoitásod eredeti nem létezését. Hogy az eredetileg nincs, hogy azt te hozod létre nanoszekundum alatt, mert annyira gyorsan tudsz dolgozni énre, ezt szoktuk meg életeken keresztül. A túlélési ösztön, a birtoklási ösztön, a szaporodási, teremtési ösztön, az mind az én falat tudja erősíteni, ha nem gyakorolsz, ha nem vigyázol, ha nem figyelsz. De amikor belátod az én eredeti nem létezését, mert mondjuk ide visszatértél, akkor azt is látod, hogy ezt az ego falat le lehet bontani. Ezen lehet kaput nyitni. Itt át lehet járni. A téglákat, köveket, amik az éned falában voltak, le lehet rakni a föld, és utat lehet belőle építeni. Uram, bocsá! Itt a lehetőség. Csak figyelni kell. Egyéb kérdés? Idegen környezetben gyakoroltam egy vizualizációs gyakorlatot, és nagyon nem ment, jöttek a gondolatok, mentek, és mellettem megszólalt a templomnak a harangja. Melyik templomé? A miénk? Mert nálunk nincs harang odakint, csak egy pici van odabent. Egy külső. Külső, igen. Külső. És ahogy azt elkezdtem figyelni, tükörtisztán ott maradtam a gyakorlatba, és ahogy a templomnak a harangja elnémult, a figyelő visszajött, és megint összezavart mindent. A kérdésem az, hogy ki figyelte a gyakorlatot, és ki figyelte a harangszót? A kérdésem az, hogy elfogadsz egy másik kérdést a tiéd helyett, ami tényleg segít. Persze, természetesen. Gyakorolj tovább. A kérdés az, hogy hogyan. Tehát, hogy hogyan gyakorolhatok újra, és ezt a pillanatot a múlthoz való ragaszkodás nélkül újra átélhetni. Tehát ez a kérdés. Hogyan élhetem át ezt a pillanatot az eredeti tisztaságában úgy, hogy tudom, hogy az a templom, az a harang, az a pillanat nem fog visszatérni soha többé, mert az csak ott és akkor létezett. Tehát a zen azért egyszerű és tiszta, hogy a gondolkodás elé vissza tud térni minden egyes pillanatban. És hogyha tényleg gyakorolsz, akkor ez a kérdés már nem lesz fontos, hogy ki élte ezt át, mert az akkor ott megszületett és meghalt. Te most itt vagy. Ez a mostani éned, és az, aki átélte a templomi harang hangját, azonos vagy különböző? Azonos. Nem azonos. Ha azonos lenne, ugyanabban az időpillanatban és ugyanabban a térszegmensben lenne. Ha a téridőben te egy másik ponton vagy, már nem vagy azonos azzal sem, ami ott volt és akkor volt. És ez még Einstein se kell, de ő le is vezette matekból, amit én nem értek. Köszönöm. De hogyha azt mondod, hogy különböző, az is hiba. Ha különböző lenne, nem emlékeznél rá. Ha különböző lenne, akkor nem lenne ugyanaz a neve annak az avatárnak, aki akkor te voltál, meg aki most vagy. És ezt már mindenki, aki egy kicsit is a koan gyakorlaton pallérozódott, tudja, hogy ha azt mondod azonos, hiba. Ha azt mondod különböző, az is. És a kettő közt van a helyes megoldás. Ezért kell tovább gyakorolni, hogy ezt a pillanatot teljesen tisztán éld, mindenféle külső hatástól függetlenül, de bármilyen helyzetben, bármilyen kapcsolatban. Rendszeres zen gyakorlásnál van egy olyan érzésem sokszor, hogy és hát nem mégis rendszeresen, hogy mintha romlana a koncentrációm, vagy esetleg így nehezebben tudnék koncentrálni, hogy ez mitől lehet? Ez azért lehet, mert végre a karmát följön, és ami eddig a tudatküszöb alatt volt, az megmutatkozik a tudatküszöb fölött. Sőt, mivel a gyakorlat tisztítja a tudatot, ezért merem mondani, hogy valamit jól csinálsz, hogy így a karmák sorba állnak, hogy láss meg, engem is, légy szíves. Tehát a tükör eredetileg tárgyatlanul is tud létezni,
Ez azt jelenti, hogy az ember akkor is teljes, hogyha nem lát éppen tudattárgyat, nem hall semmit tudattárgyként, nem ízlel, nem gondolkodik, nem. De ott van a pillanatban, teljes éberségben. Na most, hogyha egy tudattárgy van, mondjuk a mantrád, vagy a kérdés, az elkezdi az összes hozzáköthető karmát szépen fölhúzni a tudatküszöb alól. És ez egy ideig, átmenetileg eredményezhet dekoncentráltságot. Miért? Nézd meg például ezt a teret. Tudsz rögtön a felső két sarokra koncentrálni? Vagy ide a hátsó két sarokra? Nem. Ugye, hogy nem? De senki sem. Tehát egy nagyon csendes, nagyon világos meditáció kellene ahhoz, hogy a tudatod, a jelenléted, a figyelmed egyszerre kitöltse ezt a teret minden egyes köbcentiméterével. A gondolkodásunk, az érzelmeink fókuszpontokat állapítanak meg. Akár itt, akár ott, akár ott. A tudattárgya is ilyen. Egy bizonyos mennyiség fölött a figyelem hányados elkezd csökkenni, elkezd inogni a jelenléted, és úgy érzed, hogy a tudat előtti, a tükör előtti tárgyak túl sokan vannak, és nem tudod egyszerre figyelni őket. Ha ez így van, akkor a vonzóbbakat figyeled jobban, és a taszítóbbakat figyeled kevésbé, elkezd hullámzani a tükör. És akkor tudod, hogy baj van. Nem egyenletes a jelenlét, nem tiszta a figyelem, ezért a kapcsolat és a működés is csorbát szenved. Minden a jelenlétből indul, figyelemmel folytatódik, és így a helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, cselekvés az, ami megmutatja a tudat tisztaságát. Ha dekoncentrált vagy, előbb-utóbb hibát követsz el, mert nem voltál jelen 100%-ig. Fordítva, ha hibáztál, az mindig a figyelem hiányából, és így a jelenlét instabilitásából fakad. Ezért van elképesztő jelentősége, látszó, hogy ilyen tök unalmas dolognak, hogy napi 7x40 percet te így töltesz, és közben napi háromszori étkezés, napi háromszori éneklés, és a többi. Ez egy középhaladó elvonulás, van ennél enyhébb is, amikor csak 4x40 percet ülsz így, vagy uram, bocsá, az egynapos zenen a 30-akat ülünk, nehogy megfájduljon a térded. És ezért a zen templom legyen a felelős. Borzalom. Tehát nézd meg, hogy a tudattárgyból mennyi van, amennyit el tudsz engedni, engedj el, és ez szépen vissza fog kerülni a tudatküszöb alá. Egyszerre annyira figyelj, amennyivel dolgod van, és akkor nem fog ez a fajta ingás, dekoncentráltság, felszabdaltság bekövetkezni. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Hogyha leülök meditálni, és úgy érzem, hogy nagyon sok érzelem jön föl, de annyira, hogy már érzem, hogy jön energia, mint hogyha dühös lennék, vagy ilyesmi. Te tudsz dühös lenni? Igen. Hát ezt én nem hiszem el. Hát hogy? Hát csak úgy érzem, mintha nagyon dühös lennék. De akkor az is vagy, hidd el. Tehát akkor, ha úgy érzed, akkor az úgy van. Honnan jött az a düh? Mondjad. Nem tudom, csak úgy jön. Tudjad. Az a dolgod, hogy tudjad, mert megint dühös leszel. Honnan jött a düh? Súgok, tehetetlenség, ez az első. Tehát általában akkor vagyunk dühösek, amikor az energiánkat nem tudjuk kifejteni valamilyen irányba, frusztrálódunk, mert sikertelenek vagyunk, és amikor visszapattan a lehetetlennek tűnő falról az energia, akkor leszünk dühösek. Tehát ha nem tudunk teremteni, akkor viszont pusztítani szeretnénk. Ez a düh. Folytasd. Szóval nem akarom kiélni a dühömet valaki más iránt, leülök meditálni, és érzem, hogy az ott fortyog bennem, és jön fel. Jól csináltad. Érezd, hogy fortyog benned, és nyugodtan jöjjön föl. Ez a meditáció dolga, hogy rálássa karmádra. És akkor, hogyha már stabilan fortyog, stabilan jön, és te nem mozdulsz ebből a figyelőpontból, akkor legyél szíves föltenni azt a kérdést, hogy mi ez, honnan jön. Az csak a felszín, hogy dühös vagy. Az egy hatalmas nagy eseménysor vége, egy függő keletkezés láncolatnak egy végstádiuma, hogy te ezt a dühöt érzed. Lehet belőle még rombolás is, pusztítás is, tehát van tovább is, de az nagyon sok korábbi mentális átmenetnek az eredménye, hogy te dühös vagy. És végig kell nézni,
analitikus szemlélet nélkül, nem gondolkodva, nem ítéletalkotással, látással. Ugye az ok és okozat láncolata hogy érvényesült egész odáig, hogy te dühös lettél? A kérdés, mint a zseblámpa a sötétben, erre fog rávilágítani. Ezért kell így föltenni, hogy mi ez, honnan jön, és megmaradni a kérdésben, és elviselni a tévéadást belül. Mert előbb-utóbb az elme leveti a saját önvédelmi mechanizmusait, megszűnsz hazudni magadnak, megszűnsz szebbre festeni a dolgokat, mint amilyenek, és tényleg meglátod, hogy mitől vagy dühös, és az egy akkora önképvesztés, hogy az valami hihetetlen. Na, ezt kell kibírni. Ezért szoktuk süldő zengyakorlóknak elmondani, ide jöttél, nagyon köszönjük, készülj fel az illúzióvesztésre. Én szóltam. Tehát ez nem az a meditáció típus, ahol te relaxálva egy tenger partjára elképzeled magadat, hogy a fehér homokban fekszel, és a meleg hullámok lágyan mosogatják a lábaidat, egész addig, amíg egy krokodil le nem harapja. Tehát, ugye, hogy elképzelted? Én mondtam. Tehát óvatosan, ez a felnőtt műfaj. Tehát itt tényleg rálátsz a karmára úgy, ahogy van. És ezt kívánom mindenkinek, hogy legyen annyi bátorsága, őszintessége és alázata, hogy ezt megtegye. Ezt kívülről nem lehet tanítani, segíteni talán. Felszólításra ez nem működik, több ezer éve szólítgatja föl egyik-másik vallás az embereket, hogy legyenek jobbak, meg parancsolatok vannak, nem működik. Nem működik, nézd meg, őszintén nem működik. Ha működne, nem így néznénk ki. Nem így élnénk, nem így halnánk, nem tennénk ilyeneket egymással. Úgyhogy igen, nézd meg a düh forrását. És hogyha vissza tudod vezetni a forráshoz, akkor ugyanúgy el tudod zárni, mint a fürdőszoba csapot, amikor kiderül, hogy a kádból már kifolyt a víz. De hogy csak a tenyereddel próbálod meg befogni, az spriccel mindenhova. Tehát nézd meg a forrását, és nyugodtan tekerd el, hogy ez a düh, ez belőlem jött. De ez az énség, ez illuzórikus. Én ezt nem akarom tovább. Én nem ez akarok lenni. Én más akarok lenni. És abban a pillanatban, hogy az énség relativitása, teremtettsége megjelenik, a düh is el fog tűnni, mert a tehetetlenség is eltűnik. Képzeld el, hogy az autó, amelyik állandóan egy tűzfalba ütközött egy zsákutcában, kifarol, és meglátja a 2-3 sávos utat, ahonnan lehet menni mindenfelé. Tehát gyere ki a karmád zsákutcájából, hogy csak így, csak én, csak ezt. Érted? Tehát a saját dogmatikánknak vagyunk az áldozatai. Úgyhogy tessék kihátrálni ebből, ez a ránézés, a leválasztódás, a nem azonosulás, és akkor tudod átalakítani ezt az energiát, mondjuk pusztító volt teremtővé. Az előbb ezt mondtam, hogy Úristen, borzalmasan érzem magam, a másik is borzalmas velem, de hogyha felteszem azt a kérdést, hogy miben segíthetek, már átkezdtem alakítani ezt az energiát pusztítóból teremtővé. Nem hozzá akarom vágni a szemetet, hanem kiviszem a szemetet. Teljesen más. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Mennyire erősen szelektáljon az ember, hogy úgy érezze, hogy a lehető leggyorsabban halad az életben? Így a tanításokban. Mi a gyors? Amikor úgy érzi, hogy tanul az ember, és egyre kevesebb hibát követel. Tehát... Ez a gyors? Igen. Ebben nem volt idő. Az hogy lehet gyors? Ez egy minőségváltás, hogy egyre kevesebb hibát követel, egyre többet tanul. Megjegyzem, egyre többet felejt is, az is kell hozzá. Az is jó. Tehát ez megint csak tapasztalás kérdése. A tapasztalat adja a hitet, és a hit formálja az életrendet és az értékrendet. Én óva intenélek a gyorstól, mert akkor szoktunk 30 évet így odadobni valamivé, valakinek, valamiért, aki azt ígérte, hogy ez gyors lesz. Pont és akkor eltelt egy emberöltől. Pont ezért kérdezem, mert benne van az embernek a félsz, hogyha nagyon-nagyon egyfele koncentrál, akkor nem veheti észre, hogy téved. Vagy esetleg rossz fele mész. Nem biztos. Szerintem jó, hogyha egyhegyű a tudat, és egy célt tűz ki, és nincsenek ilyen B, C, D opciói, nincs megosztva. Igazából az okozatiság látása az, ami tényleg kijelöli, hogy megmutatja, hogy ezen az úton milyen gyorsan és merre mész. Két dolgot ne felejts el.
Mindig lesznek nehézségeid, belül és kívül. Nem lesz egyenletes a haladás. És az egyik dolog, amire kérlek, hogy emlékezz, hogy minden nehézség valamit tanít. És ez nem azt jelenti, hogy mindig a nehezebb utat kell választani, vagy hogy a nehezebb út automatikusan jó. Azt nézd meg, hogy mi van az akadály túloldalán. Tehát látsz egy épületet, métervastag betonfalat, őröket, és kiderül, hogy a túloldalán egy börtön van. Át akarod törni a falat? Le akarod győzni az őröket? Valószínűleg nem. Ugyanezt a betonfalat és őröket látod, és kiderül, hogy te vagy börtönben. Ki akarsz jutni? Valószínűleg igen. És kiderül, hogy a falon ajtók vannak, és az őrök parancsra engedelmeskednek. Ha erőszakkal megpróbálod, nem fogsz kijutni. Tehát nézd meg, hogy pontosan mi van az akadály túloldalán. És ha kell a cél, akkor valósítsd meg. Ha nem kell a cél, akkor akár könnyű, akár nehéz az út, akár akadálymentes, akár akadályokkal teli, nem éri meg, mert ezt a célt nem akarod elérni. A második nagy vizsgálati pont, amire kérlek, hogy emlékezz, amikor eldöntöd, hogy milyen úton haladsz, hogy te időközben kivé válsz. Könnyű vagy nehéz akadályok, másodlagos. Kivé válsz ezáltal, hogy visszariadsz, vagy leküzdöd az akadályokat? Ez a kérdés. És ez a kettő, hogy alanyi és tárgyi, nagyon jól kijelöli. Egyszerű, az adott hagyomány, vagy adott iskola bizonyos tanítványait nézd meg, gyakorolnak 2, 3, 5, 10, 20 éve, kell, mert nagyon hasonló hatások fognak téged is érni. Hasonlóvá tudsz válni. Ez nem uniformizálás, nagyon valószínű, hogy hasonlóvá válsz. És ekkor a cél az is nyilvánvaló. Tehát a zenben az alany, akivé válsz, az bodhiszattva. A világban megjelenő, megvilágosult és másoknak önzetlenül segítő lény. Ezzé válsz, hogyha ezt az utat követed. Ez ki van szépen jelölve, hogy ez ne véleményfüggő legyen, és ne épp az adott guru mondja meg, hogy te neked milyen hajad legyen, vagy hajtalanságot, szakállad, vagy göndörséget, teljesen mindegy. De ez nem tanárfüggő, tanítófüggő, és nem is véleményfüggő. Ezt a hagyomány kijelöli. Kész. Tehát az alanyit világos. A tárgy szintén a zenben, Szungszán zenmester változatában annyira egyszerű és tiszta, hogy én nagyrészt azért maradtam ott, úgyhogy a környezetemet nem mindig szerettem. Ébredj föl és segíts másokon. Ez a cél. És ennek a célnak nagyon komoly rezgése van, és az alany és a tárgy itt találkozik. Az a cél, hogy ébredj föl és segíts másokon. Ha ezt megvalósítod, bódhiszattvává válsz. És amint azt látjuk, a bódhiszattva sosem munkanélküli. Miért? Mert sokkal gyorsabban termeljük újra a szenvedést, mint a megvilágosodást. Nem szoktunk hozzá az, hogy ne legyen baj. Mindig kell. Ha nincs baj, gyártunk valami problémát. Ismerős, ugye? Nem bírjuk a harmóniát, a boldogságot, az egyszerűséget sokáig. Kell valami dráma, valami esemény, valami, ahol bizonyíthatod, hogy én ki vagyok, és a másikra ráfoghatom, hogy ő kicsoda. Mert én azt mondtam, hogy az te vagy. És ilyen vagy. És ilyen is maradsz. Tehát, ugye? Neves, neves. Jobb, mintha sírnál, de jöjj rá, hogy te ezt hogy csinálod. Jó? Tehát itt tegyük félre azt, hogy gyors vagy lassú. Azért én mondanék egy ilyen japán harcművész történetet így a válasz végén. Jön a tanítvány, és a leghíresebb karatemesternek a dozsójához odamegy, és meghajol, leborul, megvárja, míg bebocsátják, és azt mondja, hogy mester, én őszintén tiszta szívből teljes életemet rászánva szeretnék karatét tanulni. Mennyi idő alatt tanulhatom meg? 20 év. Hát a tanítvány darabokra törik, hát ez neki, hát ez hogy 20 év? Nincs az élet, hogy ezt tudná vállalni. De mester, ha én éjjel-nappal edzek, hogyha semmi más nem csinálok, akkor mégis hány évre tudnánk ezt módosítani? Úgy 30.
De Mester, hogyha én a személyes szolgád leszek, és minden szabadat lesem, és 24 órán keresztül a jelenlétedben vagyok, és napi 6 edzést csinálok, akkor hogy, mennyi idő alatt érhetném el a karate mesterséget? Így soha. Vigyázzunk. Újabb kérdés bárkitől? A meditációval kapcsolatos kérdésem lenne. Tavaly ez elvonuláson kaptam egy mantrát tőled, a Zhijiang Bosan mantrát. Hagyj nézzél egy kicsit közelebbre. Jó, még mindig emberi testben vagy. Jól csináltad, mondjad. Igen. Közben édesapám meghalt, ez jobban megviselt, ahogy gondoltam. Együttérzés. Folytattam tovább a Zhijiang Bosan mantrát, érte is, ugye értem is. De közben olyan testi reakcióim léptek fel, ami mai napig megvannak, és nem tudom, hogy folytassam-e a mantrát. Mennyi leborulást csinálsz naponta? 50-et körülbelül. 200, tehát 200-108-ra föl kell vinni azért, hogy a mantra által megjelenített karmát a saját elméd ne szomatizálja, ne tegye rá testre. Ez az önvédelmi reakciók egyike, hogy ja, elkezdtem látni belül a karmámat, meg is betegszem, hogy ne kelljen annyit. Ez nem rád vonatkozik egyenesen, de egyébként ezt így szoktuk csinálni. Van úgy, hogy egyszerűen sok, egyszerűen nem tudunk megbírkozni vele, és hogyha a tudatban megjelenő karma túl sok, akkor azt ösztönszerűen rátoljuk a testre, mert a test a háttértár. Ha csak az elmében lenne ez a karma, megkattannánk tőle. Részben vagy egészben működésképtelenné válnánk. És ezért betegségként rátoljuk a testre, mert az a háttértár, és onnan szedjük vissza 2-3 hét, 2-3 hónap, 1-2 év után. Ugye? Krónikus és akut közötti különbségek ezért vannak. Tehát nagyon gyönyörű, hogy Zhijiang Bosannal folytatod, ugye dolgozol, és hogyha 2x108 leborulást oda teszed, akkor nem fog a testre visszazuhanni ez a karma. Oké? Ami megjelenik. Viszont még Koreában is a legkomolyabb gyakorlók is ezt időszakosan csinálják. Tehát ne akkor oka volt, hogy ezt kaptad. Tehát akkor és most hogyha ne voltassam ezzel. Gyere, légy szíves egy elvonulásra azért, mert ezt így nem lenne felelős dolog megállapítani. Hadd lássam, hogy meditálsz. Gyere el egy koan interjúra. Kicsikét nézzük meg, hogy a tudatodban mi van. Tehát ez, mint mindenki tudja, nem guru biznisz, hogy $1000 mantrát kapsz így ránézésre, mert nem lenne korrekt, oké? Okay? Ez úgy van, hogy eljössz elvonulni, megnézzük, hogy ott és akkor mit mutatsz, milyen karmát hozol be, és akkor döntünk, hogy változtatunk rajta, vagy sem. Addig tessék tartani. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Egy éve meditálok, és a meditációnak kb. 5. másodpercétől már így nincs gondolat, meg nincs semmi. Igen, az 5. másodperc. És meddig? Hát úgy 18 percig. Hát akkor ülj ide, légy szíves, és folytasd. Tehát nekem semmi, tehát ennél jobbat nem tudok. Ilyen sokáig itt minden duális gondolat és képzet nélkül te megvagy. Hát akkor ehhez mit szóljak? Viszont ugye nincs így tantien fókusz, és körülbelül így el is szállok igazából. Tehát, hogy... Elszálltál? És vissza is szálltál? Hát akkor nincs gond. Tehát gondold, egy repülő, hogyha felszáll, és nem szállna le. Az probléma. Tehát a tantien fókusz az, ha van gondolat, ha nincs gondolat, elengedhetetlen. Miért? Mert ez a nem keletkező és nem szűnőnek a pontja. És akkor ebben van az a lélek és test tudatosság, innen ebből a térből van, ami osztatlan, ami tiszta és egyszerű. Tehát, hogy van gondolat, semmi gond. Nincs gondolat, azzal sincs semmi gond. Mindaddig, amíg egyik állapottal se azonosulsz. Tehát meditáltál már eleget azt, hogy tudd, hogy a legdurvább ilyen állapotgyilkoló mondat, hogy hú, de jól sikerült. Így már zuhantál is le, és azon nyomban a dinoszauruszok jönnek ki a pálmafák közül, tehát borzalom, csak azért, mert merted megdicsérni magadat, és ezáltal minősítetted a meditációdat. De van ennél rosszabb is. Ülsz és mondja, ez nekem soha se fog menni. Nekem olyan borzasztó karmám van most, amit látok magamban, hogy ezért valami volt. Na, ekkor már a meditatív tudat az így rég elköszönt, mert magad fölötte ítéletet mondottál, és minősítetted azt a karmát, ami egyébként se te vagy,
és ezáltal megint elszálltál, csak nem jobbra, hanem balra. Nem föl, hanem le. Nem a hegycsúcsra, hanem a szakadék legmélyebb, sötétebb vermébe, ahol te elvermeled magad, és kinézesz, és segítsél, léci, segíts rajtam. Érted? Így szoktunk egyébként figyelmet kérni, meg szeretetet kicsiholni, stb. Hogy mi olyan rosszak vagyunk, hogy csak a segítség, csak a figyelem, csak a szeretet jöhet a környezetből, mert attól mi megjavulunk. Nem, nem javulsz meg tőle. Benyelted. Elsajátítottad. Jól érezted magad, és amikor már eleget jól érezted, akkor megint visszamész, hogy megint kapjál szeretetet, figyelmet, törődést. Ahol szenvedélybeteg van a családban, tessék megnézni, hogy ez hogy működik. Vagy a közelben. Ez így működik. Tehát ne taszítsuk magunkat se pozitív, se negatív vélemények szélsőségébe, mert meg tudjuk magunkat és a környezetünket betegíteni tőle. Az ultrapozitív önkép az a narcizmus képzőnek az első diplomáján rajta van. Hogy te vagy a legszebb, legjobb, leg. Miért? Mert valaki azt mondta. És puszilgatod a saját okleveledet, hogy te vagy a legszebb és a legjobb és a legokosabb és a satöbbi. És senki más nem férhet hozzád, senkit nem hallasz meg, csak a saját önképed a legfontosabb. Ez kérem szépen a nulladik típusú kábítószer. Tehát a saját önképünkkel kábítjuk magunkat és a környezetünket is. És milyen érdekes, hogy a narkosz és a narkissos ugyanaz a görög szó eredetileg. A narkomán az elsősorban a saját önképével kábítja el saját magát, de mivel ez tartósan nem megy, ezért egy kis kémiai rásegítés is van, bármiféle célistás szer formájában, de annyiféleképpen el tudjuk kábítani magunkat, hogy csak a mi önképünk, csak a mi boldogságunk, csak az én legyen a legfontosabb, hogy ez a mánia, a narcizmus, és a narkó is, a kábítószerfüggés is, a gyökerek közös. Az a fajta önközpontúság, ahol csak az én önképem, csak az én boldogságom, az én örömöm a legfontosabb, és a környezet pedig pusztulhat. Engem nem érdekel. És hogyha így nézed, akkor ez úgy kezdődik, hogy egy magadról mondott ítéletet elhittél. Általában olyan narcizmus a pozitív ítélet mánia, legyél pozitív, vigyázzunk, nagyon vigyázzunk. És a negatív pedig az állandó bűntudat kelt, és az állandó önmagad fölött mondott negatív ítélet, hogy te milyen elesett, szerencsétlen, képtelen, bűnös, borzalmas, halálra szánt és egyéb vagy, és te ezt el is hiszed, tehát akkor, ahogy azt az előbb mondtam, kicsiholod a környezetedből azt, amit magadból nem tudtál, már rég elvesztetted a hitedet, hogy te erre képes vagy. Nagyon kell ezekre vigyázni, mert az önmagad fölött mondott ítélet beteljesül. Miért? Mert elhiszed. Mert elhiszed. Ne hidd el, légy szíves, az elmédnek az agyalmányait, a hülyeségeit. Néha a legokosabb emberek a legszánalmasabbak, mert hozzászoktak ahhoz, hogy a gondolataikat 100%-ig elhiggyék. És ha ez éppen akkor egy önsorsrontó, önpusztító, öntorzító gondolat, akkor azt is elhiszik, és azzal is azonosulnak. Tehát ezen azért hoz vissza téged a gondolkodás elé, hogy a tükörben tisztán lásd az elméd minden némű tevékenységet, akár te jól meditálsz, nem meditálsz te sehogy se. Teszed a dolgodat. Nincs jó vagy rossz meditáció. Az egyetlen egy rossz meditáció az, amit nem végeztél el. Az kész. De az, hogy te mit éltél át, hogy 5 másodperctől 18 percig itten gondolattalan vagy, az nem jó vagy rossz. Vagy hogyha küzdesz a démonaiddal és a kis érzelem cunamiddal ösztönösen, ugye, és halálos sorozatokat nézel magadban, az se rossz meditáció, mert jelen vagy és tükrözöl. És mind a két kérdés, és az összes többi kérdés nagyon szakirányú. Ezt köszönöm a közönségnek, mert hasznosan töltjük az időt. És felszínre tudjuk hozni a darmát. Tehát én kérlek szépen, hogy gyakorolj, mint a kis angyal, és ne minősítsd a meditációdat egy fikarcnyit se. Jó. Csak tedd, csak tedd, csak tedd, és kész. Jó? Jó. Nagyon jó. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Kettő fogalom van, ami engem így foglalkoztat. Az egyik ugye az érzelmi szükségleteink. És érzelmi? Igen. Tehát nem értelmi, nem, érzelmi. Akkor nem értem.
Tehát érzelmi szükségletek. Igen. És az micsoda? Hát mondjuk a szeretet. És még? Elfogadás. És még? Empátia. Igen. Nekem ez érzelmi. Oké, erre mind szükséged van? Igen. Honnan szerzed be? Na igen, és itt jön a kérdés másik fele, hogy ugye emellé behozom azt, hogy elvárás. És hogy ugye ebben van függőség is, és hogy erről, hogyha így tágamban beszélnénk, akkor ezt én megköszönöm. És mi lenne, hogyha az elvárások kapuján nem lépnénk be a karma központba, és nem szeretnénk a különböző boltoknak a címkéjéről, vagy a feliratáról következtetni arra, hogy ott mit szerezhetnénk be. Tehát annyira jó indulatú vagy, és annyira érzékeny, hogy ilyen látszólag, ilyen üveghengereken lépkedve fogok neked válaszolni. Köszönöm. Hogy ne törjem össze a szívedet. Oké, tök jó. De mégis összefogom. Jó. Ugyanis mindezeket te nem tudod kívülről megkapni. Igen. Tehát, hogyha te az egyévvel tudatot megvalósítod belül, minél kevesebb illúziót táplálsz magadról, annál jobban látod a másikat, annál jobban tudod majd szeretni őt. Az érzelmi szükségleteinket nem tudjuk kielégíteni, de másokét igen. Ezt hallottad az előbb. És remélhetjük, hogy ez a másik is úgy gondolkodik, úgy érez rólunk, hogy ő is szeretné ezt kielégíteni. Na, ez egyébként az autonóm világos kapcsolatnak az alapja. Különben érzelmi rövid zárlatunk van, hogy a másik úgy ott van mellettünk, de én már beszereztem a kis karma központban az érzelmi segélycsomagomat, és én jól vagyok. Neked meg mi bajod van? Boldogtalan vagyok. A te bajod. Szevasz. Tehát ez a fajta kölcsönhatás, ez nem azt jelenti, hogy állandóan egymást szolgáljuk ki a legszélsőségesebb karmikus helyzetben is, hanem rájövünk arra, hogy ez kell a világból, akkor először magamban teremtsem meg, adjam oda a másiknak, és lehet, hogy ő is ugyanezt meg fogja csinálni velünk. Ezért nincs olyan, hogy szeretem magamat. Ez az egyik legnagyobb érzelmi rövid zárlat, amit valaha tapasztalhatsz. Mert hány darab önmagad van? Mert hogyha ez működne, akkor van egy A önmagad, meg egy B önmagad, és az A szereti B-t. Nézd meg! De nincs, mert egy darab önmagad van. Egy. Tehát, hogyha szeretetre, boldogságra, elfogadásra, együttérzésre mi volt még? Igen, ez így elég. Elég nagy munka ez így is. Igen. Ha ilyesmire vágysz, akkor ezt tessék úgy magadban felfedezni, hogy az illúziók, hamis önkép, téves nézetek, az ebből fakadó esetleges dű vagy kapzsiság, ez mind takarodjon el az útból, és hogy azt a bevezetőben mondtam, ha megszünteted a szenvedést, spontán megjelenik a boldogság. Tehát ezek a nagyon nagy tanítók miért nem azzal foglalkoztak, hogy megmondják, hogy mi a boldogság, a szeretet, az együttérzés, meg egyebek, mert nem nőttünk volna föl soha. Nem láttuk meg volna magunkban azt a lehetőséget, amit így igen. Tehát csak az akadályokat kell elhárítani, és te meg tudod teremteni ezeket a minőségeket, és hogyha azt szeretnéd, hogy valaki más szeressen téged, akkor legyél szíves előbb te szeretni őt. És ez mindennel igaz, és ezt azért mondom ilyen üveghengereken, így lábújhegyen mendegélve, mert tudom, hogy te ezt így csinálod, és te erre képes vagy, csak az a tragédiád, amikor a másikról ezt feltételezed, de nem viszonozza. Ugye? Na most ezért kell a csalódásra fölkészülni. Miért? Ha a másikban ezt nem tudod elviselni, ha a másikat ennyire rosszul látod, akkor magadban valami súlyos hiba van. Naivitás, előfeltevés, jó akarat, nagyon nem akarlak összetörni, de egy csomó ilyen pozitív minőség tud az ember ellen fordulni, mert rávetíti a másikra, holott még magában sem látta meg ennek a forrását. Javaslom, hogy a családi, apai, anyai mintázatoktól tessék nagyon-nagyon különválni, leválasztódni róla, mert ha nem, akkor az anyai vonal tovább megy, és nem kéne. Tessék ezt a transzgenerációs karmát, anya, nagyanya, amit hoztál, ez a vonal, és tessék hátrahagyni, hogy te
önmagad szuverén, autonóm módon dönts érzelmekről, beszédről, cselekedetről, gondolatokról. Ez a négy nagy csatorna van, ami a személyiséget általában adja az érzékszervi hatásokon túl. Ez annyira fontos, hogy a Mahayana buddhizmusban a sok-sok bodhisattva közül mindegyik felsorolt négy minőséghez rendeltünk a hagyomány, így hagyományos többesben, egy bodhisattvát. Miért fontos ez? Mert amikre te kérdezel joggal, arra mindenkinek szüksége van. De nem tudjuk, hogy hogy termeljük ki magunkból, hogy hogy csináljuk. Tehát először externalizálunk, és megteremtünk egy külső formát. Például érzelmi szükségletek, ahogy mondtam ezt az előbbi sárkányos avalokitésvarázs hasonlattal, az együttérzéssel indul. Tehát az érzelmekből úgy lesz együttérzés, hogy te először egy ilyen bodhisattva alak előtt leborulsz, tiszteletet adsz, és a külső együttérzés alak belül kinyitja a saját együttérzésedet. Tehát azzá válsz. A kicsi énedet hátrahagyod, és ezzel a bodhisattvává válsz, hogy az érzelmeid ne legyenek önzőek. Munszóból száll Manjushri, ő a bölcsesség bodhisattvája, és az út a gondolatoktól a bölcsességig körülbelül annyi, hogy nem önző módon gondolkodsz, és nem csak az okosságodat akarod bizonyítani, hanem mondjuk a gondolataiddal helyesen szeretnéd leírni a világot. Helyesen szeretnéd látni a másik ember működését, mert a sajátoddal is ezt tetted. És akkor a gondolatok segítenek. És a puszta okosságból bölcsesség lesz. Zhijiang Bosa, ugye, beszéltünk róla, Kshitigarbha bódhiszatva, ő a beszéd, az igazság és a fogadalmak bódhiszatvája. Nézd meg, hogy ezek hogyan függenek össze. Hogy a puszta beszédből mikor lesz igazság, és az igazságból mikor lesz esküvés, és mikor lesz fogadalom. Na most, hogyha Zhijiang Bosát belül kinyitod a külső kultusz, éneklés és egyéb segítségével, akkor a beszéded igaz lesz, és lesz egy jelző benned, hogy Úristen, én nem akarok hazudni. Én nem akarom, hogy a beszéd és a másik három csatorna gondolatok, érzelmek és tettek külön váljanak. Én egyben szeretnék lenni. Én egy egységes, következetes, autonóm, autentikus személyiséget szeretnék magamban megvalósítani. És ehhez ez kell, hogy ne hazudjak magamnak és másoknak. Na ez például az őszintességnek a teljesen spontán forrása, mert hogy az alázatot sem, úgy az őszintességet sem lehet kívülről így csavarhúzóval beleplántálni valakibe. Vannak professzionális hazudozók, de annyira jól csinálják, hogy minden szavát elhiszed, mert következetesen hazudik. Soha nem mond igazat. És nagyon nehéz felfedezni. És Samantha Badra, vagy Dehenk Bolyon Bosszál, ő a cselekvés bodhiszattvája. És nagyon sokszor cselekvés helyett csak gondolkodunk, vagy beszélünk, hogy az érzelmeinket fejezzük ki, holott éppen tenni kéne. Éppen föl kéne törölni a padlóról a kakit, amit mi termeltünk oda, és nem beszélni róla, hogy barna. Te is érzed? Te is érzed, hogy kicsikét szaga van? Igen, igen. Mit gondolsz erről? Hát, vizsgáljuk meg. Érted? De ez amennyire vicces, a visel dolgainkkal, mint társadalom, család, pár és egyén, nagyrészt hasonlóan vagyunk, hogy így vizsgálgatjuk a kakit a padlón, de senki nem törli föl, mert vajon ki kakilta azt oda? Tudjuk? Tudjuk, hogy ki volt? Hát nem mindegy. Lehet, hogy az nem is egy kaki a padlón, hanem kettő. Hűha! Tehát amennyire viccesen hangzik, ez annyira komoly, hogyha ezt a négy csatornát, hogy beszéd, cselekedet, gondolatok és érzelmek nem tisztítjuk ki, és nem lesz belőle önzetlen segítség, bölcsesség, együttérzés és igazság per fogadalom, akkor ezt az élethelyzetet, amiben vagyunk ezen a földön, mint emberek, soha nem fogjuk megváltoztatni érdemben. Mindig valami foltot rakunk a működésképtelen rendszerre. Belül is, kívül is. És a zen az megengedi, sőt tanítja, hogy ezt az egészet hogyan bontsd le, hogyan tapasztalt teremtés előtti, gondolkodás előtti mi voltában, és ebből teremtsd újra,
más alakban, jobb működéssel, kevesebb szenvedéssel. Aki ezt a fokozatosságot meghallotta, az a zenkört is kezdi megérteni, hogy ehhez még tessék hozzávenni a zenkört az 5 pontjával. Nagyon irányításmániás vagyok. Te irányításmániás vagy? Igen. Gyere el hozzánk apád helyettesnek. Annyira jó lenne. Én úgy kiképezlek te. Már nem kell. Tényleg irányításmániás vagy. Hallgatlak. Igen. Tehát azt kapom meg a környezetemtől, hogy ez nem túl jó, de én egyébként nagyon szeretem. Hú, ez nagyon gáz, te! A környezetet folyamatosan mondja, ne irányíts, Léci, ne irányíts, Léci, de én ezt nagyon szeretem. Igen, mert akkor van rendben, minden úgy érzem. De azt nagyon szeretem benned, hogy őszinte is vagy. Hát egy irányításmániásnak mi lehet a legjobb krédója? Hát csak akkor van rendben minden, ha én irányítok, figyeled? Igen? Igen. És ebben hol van a másik ember? Nem, ebben hol van a hiba? Én inkább az... Tessék figyelni! Tessék nagyon figyelni! Gyönyörű volt a kérdés! Ez annyira ízes, finom, ez az eszencia, amit ma hallottunk. Elárulom, sehol. Ebben nincs hiba. Ebben semmi hiba nincs. Így jó, ahogy van. Akkor nem jó, ugye? Közeljük. Az a jó, hogyha én ezt megmondanám neked, akkor a te irányításmániás avatárod ezt így úgy eltolná, hogy nagyon, miért? Mert nem te mondtad ki. Tehát így, ahogy te irányításmániásan vagy, haladj légy szíves a felébredés útján. És akkor előbb-utóbb rájössz, hogy a Buddha irányít, nem te. Tehát tegyük a dolgunkat úgy, hogy tényleg segítünk másokon. Van, akinek vezető karmája van, de a jó vezető az nem irányításmániás, hanem mondjuk mindenkit az autonómiája mértékében terhel. És a taníthatósága mértékében tanít. Tehát egy jó vezető nem vezetni akar, hanem azt, hogy a belső vezetője mindenkinek ébredjen föl. Az emberek önállóan és együttműködően intézzik a dolgaikat. Te őszintén nem szoktál belefáradni az irányításba? Mondd ki, légy szíves, hangosan. Nem. Ez katasztrófa. Ezért lennél nálunk jó apád helyettes, mert eddig mindenki kifáradt. Én adok neked irányítani valót. Van nagyon sok életterületünk, és megnézem, hogy meddig bírod. Van egy-két szuper bent lakónk, és mindegyik cukorgombóz, de hogyha valaki irányításmániás, akkor teljesen gajra megy. Teljesen. Úgyhogy valójában mi a probléma? Nem tudom. Tehát, hogy szerintem ez, igen, bocsánat, csúnya hangzik, de szerintem nem probléma. Csak akkor az, hogy elfogadják. Tetted fel a kérdést? Azért, mert mindig megkapom, hogy ne. Na, de kitől tehát, kapod meg? Hát édesanyámtól. Édesanyámtól együtt. A család. Na, hány gyereked van? 2. És irányításmániásan lehet őket nevelni? Nem könnyű. De elfogadják. Hát én kívánom, hogy még nehezebb legyen, mert értsd meg, az irányítása semmi gond, a mániával van a baj. A megfeleléssel semmi gond, a megfelelés kényszerrel van a baj. A személyiséggel semmi gond, az egóval van a baj. Tehát ezeket ne azonosítsuk. Tehát itt nyugaton az a cogito ergo sum, meg az ego sum via veritas et vita. Tehát az egoitást és a személyiséget úgy összemossuk, mint a húzat. Gondold el? És ez totális hiba. Tehát egy egészségesen működő személyiségre mindenkinek szüksége van. De egófalra senkinek nincs szüksége. És nem tudjuk megkülönböztetni a kettőt. Javaslom, hogy kezdj az abszolútnál és a relatívnál. Tehát irányítani persze, hogy kell. Na de mániákusan nem. Az irányítás mániás például, mondd, hogyha tévedek, nem tudja mások irányítását elfogadni, csak a sajátja létezik. Ez kemény volt, ugye? Tehát ezért az, akit nagyon meg kell erről kérdezni, az a férjed. Ő is elfogadja. Sőt, igény. Hú, nagyon együtt érzek. De hidd el, egy bizonyos ponton túl ez már neked se jó. De ez ő olyan típus egyébként, hogy elfogadja. Hát jó, házasodtál, hát végül is. Igen.
Szóval mi lenne, hogyha egyszer a férjedet egy adott reggelen ilyen kis kölyök kutya képében találnád ott az ágy előtt, és megszűnne az emberi mi volta, csak így kölyök kutyaként így, hogy légy szíves, irányítsál engem még jobban, és most már nem is fogok beszélni, csak nyűszítek. Ez jó lenne? Ugye, hogy nem? Tehát tessék az emberből az embert kihozni, és nem a kutyát. Tehát amennyire a véleményalkotás az intim kapcsolatoknak a gátja, olyannyira az önállóság hiánya ellehetetleníti a kapcsolatot. Teljesen, mert akkor mindent te irányítasz, mindent te tudsz jobban. Minden tőled indul és hozzád tér vissza, és a benne résztvevőknek az autonómiája, az önállóság, a kreativitás az ott van lent a pincében. Tehát ha az irányítás tényleg mánia, akkor előbb-utóbb ez fog irányítani téged is. Ezért kell vigyázni. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Gyere hozzánk gyakorolni. Nagyon jó lesz. Utolsó két kérdés, hölgyeim és uraim, és megyünk haza. Engem az életfeladat kérdése foglalkoztat. Ezzel kapcsolatban több kérdésem is lenne. A legfontosabbat tett föl most ez a feladat. Mondjad. Hogy összefügg-e a karmával az életfeladat? Igen, összefügg. Mélyen? Amilyen karmát lehoztál, eleinte úgy tűnik, hogy az a feladatod. Aztán, amikor a karmára rálátsz, így önmagadra is rálátsz, a kettőt meg tudod különböztetni, így a karmát meg tudod változtatni. Ez nagyon nagy munka. Hát néha olyan mesterprogrammal jövünk le, hogy síralom. Tehát olyan karmát hozzunk le előző életeinkből, hogy nem csak, hogy szégyeljük magunkat, ezért én nem lehetek ez, de minden hátulról errefelé tol. Még én is elhiszem, hogy csak ez lehetek. És kiderül, hogy amíg nem látsz rá a karma működésére, az elme általi teremtettségére, a tudat általi meglátottságára, addig nem tudsz változtatni rajta, mert objektíve elhiszed, hogy ez így van. Úgyhogy nagyon komoly, hát főleg akkor, amikor változtatni akarsz az életfeladaton, hogyha te nem vagy hajlandó belül az önképedet megváltoztatni, akkor a karmádat se fogod. Van még kérdés? Hát... Igen, van. Mondjad, de bátor vagy, ezt tetszik. Mondjad. Hát, hogy az életemben leggyakrabban előforduló, visszatérő probléma vagy blokk lenne maga a karma? Az és nem csak az. Tehát az, ami akadályként felmerül, az is karma, és ami boldogságként, motivátorként, egyéb serkentőként megjelenik, az is karma. Hát azért itt egy kicsit kihallom azt, hogy a karmát ilyen rossz sorsként, vagy ilyen negatív eseményként szoktad használni az elmédben, ez nem így van. A karma az az ok és okozat működése. Akár jónak érzed, akár rossznak, akár szenvedéstelenek, akár boldogságnak. Az ok és okozat egymás utáni következése, ismétlődése, az érzékszerv és a mentális síkon egyaránt. Ezen ismétlődések ciklikussága, szokásokká rendeződése, személyiség elemekké való összeállása. Ez a tudat kvantumfizikája, kérem szépen. És van egy állapot, amikor az egész görbe még nem omlott össze, amikor a mező még nem differenciálódott részecskékké, ugye? És ekkor még nincs karma, de ez a születés és halál előtti tudat. De mihelyt az énség kialakult, az a legkomolyabb részecske, bekerül az élet és halál körforgásába, és ezen belül kialakít ragaszkodásokat, azonosulásokat, az ismétlődések növelik az azonosulást, az ismétlődések hiánya csökkenti az azonosulást. Tehát a karma az az általunk teremtett ok és okozat működés. De ha már teremtünk, akkor a törvény működése alól nem tudjuk kivonni magunkat. Ez nagyon fontos. És amikor ezek összeállnak személyiséggé, akkor elhiszed, hogy ez egy objektív, szilárd valami, és akkor visszautasítod a változást, és ezt nem csak az egyén szintjén tudjuk, hanem tudjuk a párkapcsolat szintjén is. Tessék engem így elfogadni, így szeretni, és én nem változom, kész. Ez ugye senkivel nem fordult így elő, soha. A párkapcsolat egyetlen egy szakaszában sem.
Család ugyanez. A mi családunkban ez csak ez van. És csak így van. És amíg az én kenyeremet eszed, és az én tetőm alatt laksz, addig ez így is lesz. Ez az, amikor az asztalra vág. Ez nem az embot volt. Ez a dühe volt az embernek, ugye? Tehát akkor, amikor a karmát nem ismered föl, mint ok és okozat, mint teremtett, akkor válik kényszerré, akkor válik tényleg teherré, akadályá. Úgyhogy tessék felismerni a karma működését, teremtettségét, hogy te, mint avatár, hogyan, mint személyiség, hogyan teszed ezt, és meglátni azt benned, ami nem teremtett. Meglátni, megtapasztalni azt, ami lát, ami felfog. És akkor teljesebb lesz az élet. Elárulom, hogy az élet akkor lesz teljesen egész, hogyha a halált teljesen el tudod fogadni. Akkor kiegészül az élet. Oké? Köszönöm. Szívesen. Beszéltek itt arról, hogy meditáció során feljönnek különböző dolgok. Én hasonlót tapasztaltam azután, miután megszülettek a gyermekeim. Van egy 2 és 5 éves kislány. Feljöttek a dolgok? Igen, azt tapasztaltam, hogy miután ugye megszülettek a gyerekek, otthon maradtam a 4 fal között, és egyszerűen azt éreztem, hogy azóta azt tapasztaltam, de elveszítettem volna önmagam. Tehát, hogy a gyerekeim olyan kihívások elé állítottak, szinte egy hullámvasútba kerültem, és különböző szélsőségekbe jutottam, hogy azt érzem, hogy az, aki voltam, az már most nem vagyok. Ez nagyon korrekt. Ez annyira jó, amit elmondtál, ennek így kell lennie. És az lenne a kérdésem, hogy a gyermek miért és hogyan születik hozzánk, vagy miért pont ő is. Tehát gondolok itt most például a 2 éves kislányom, ő úgy mondják, hogy nagyon hisztis. És annyira oda szívja a fókuszomat, a figyelmemet, hogy semmi más nem tudok figyelni. Na csak ezért rá. Született hozzád, hogy ezt a kihívást, ezt és, ő jelentse neked. És ez nagyon nehéz, és szeretném ezt jól csinálni, úgyhogy ne sérüljön ő sem, és hogy tudjam jól szeretni. Vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, tehát, hogy... Nagyon jól megfogalmaztad, értem. Jó, igen, tehát, hogy mi a helyes, jó gyermek és szülő kapcsolat ilyen. Amennyire bonyolult a közös karma, annyira egyszerű az, hogy egy gyereknek mi jó. Ezt mondom úgy, hogy a 8 hónapos az elképesztő, gyönyörű feladatok elé állítja anyját is és apját is. De ebben a változásban mondom, hogy én úgy örülök, hogy már nem vagyok az, aki 1 évvel ezelőtt voltam, vagy 2 éve, vagy 10 éve. Hogy az, amit a gyerek kihoz belőled, az néha olyan belső realizáció, hogy Úristen, nekem a gyerekhez valójában ez a viszonyom. Valójában ezért született hozzám. Nekem ezt kellett látnom a születésnevelés során idáig, és még később, Úristen, mi lesz ez? Tehát én azt javaslom, hogy ezt ne egyfajta ilyen véletlen balesetként fogd föl, és ne a 4 fal között maradj otthon, légy otthon a gyerekkel, és mutasd meg neki a világot. Mert hogyha nem kell bölcsibe adni, nem kell oviba adni még, akkor rengeteg időt tudtok együtt tölteni. És nézd meg azt, hogy mi a dolgunk egymással. Én, ez nekem, tudom, hogy szakmai ártalom, de elmondom, hogy én ezt az egész családod gyereket, itt, akit hallasz, nem tudnám úgy vállalni, hogy a szellemi úttól külön üzemmódban. Tehát én ezt csak úgy tudom vállalni, hogy a szellemi út része. És nagyon hálás vagyok a feleségemnek is, a gyerekemnek is, és az itt is jelenlévő családtagjaimnak is, hogy ezt elvállalták a maguk kapacitásában adott mértékig, mert másképp nem tudnám én sem csinálni. És ha ezt egy picit magadban kinyitod, hogy a gyermekvállalása az nem pusztán arról szól, hogy te szaporodsz, vagy uram, bocsánat, nem fizetsz elő az illúzióra, hogy az álmaidat folytatja a gyerek, vagy az lesz, akivé te akarod tenni. Ezek mind-mind nagyon komoly téves nézetek. Ha ezeket te lefosztod és megszabadulsz tőle, akkor azt is meglátod, hogy tényleg mi a közös karmátok, miért született hozzád. Lehet, hogy a nyugalomra tanít azzal, hogy hisztizik. Lehet, hogy az összeszedettségre tanít azzal, hogy éppen szét akarsz szórni. És hogy a közös dolgotok az, hogy egymást segítsétek a felébredés felé, és a helyes életvitel felé. Mert ezt ki tudjuk hozni egymásból, de az álmainkat nem verhetjük le egymáson. Soha.
Tehát az, amit elmondtál, az egy szükségszerű változás. Vagy a belső gyerek, vagy a külső gyerek, de remélhetőleg mind a kettő kihozza belőled azt, hogy ez az avatár, ez eredetileg nincs, és amilyenné tesszük magunkat, olyanná leszünk. Tehát, hogyha te nem akarsz bizonyos módon beszélni, akkor nem mondjál úgy ki szavakat. Hogyha nem akarsz úgy érezni és éreztetni, bizonyos érzelmeket nyugodtan takaríts ki magadból. Ha nem akarsz gondolni és gondoltatni olyat, ami számodra nem bölcs és nem előremutató, akkor ezeket nyugodtan rak ki magadból, és egy gyerek kőkeményen leveri rajtad azt, hogy jól látod-e az ok és okozat összefüggését, vagy sem. Jól látod-e a karma működését, az általunk való teremtettségét, vagy sem. Miért? Mert a gyerekre rávetített projekciók nagyon odaragadnak, és a gyerektől visszakapod. Azon nyomban minden, amit a tudatába beleteszel, amit a lényével csinálsz, vissza fogod kapni. Vagy így, vagy úgy, vagy hálával, vagy átokkal, de visszakapod. És ez fogja tanítani neked a lélek igazi működését, és nem valami könyv, vagy tanító, vagy egyebek. Hát valamire való tanító nem mondja meg, hanem láttatja veled, segít, hogy láss, és nem a szemedet veszi el. És nem helyetted okos, mert akkor az agyadat venni, hanem megtanít gondolkodni helyesen. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt így föltetted, mint kérdés. Nagyon örülök, hogy ez a tapasztalás az életed része. Tudd azt, hogyha a felébredés és kölcsönös segítség az iránya a család életnek, akkor előbb-utóbb minden akadályt sikerül leküzdeni, minden nehézségen túl lehet jutni, és minden hibát lehet orvosolni. Miért? Mert tudod, hogy nem pusztán rólad szól. Nem te vagy a legfontosabb. Ez a kicsi a legfontosabb. És hogyha erre ő is rájön, ő is tovább tudja adni. Jó? Köszönöm szépen. Én pedig mindenkinek köszönöm a mai együttérző, világos és bölcs jelenlétet, a kérdéseket, a figyelmet, és remélem, hogy továbbra is felszínre hozhatjuk a Darmát Békés Csabán rendszeresen, együtt tudunk gyakorolni, és megszabadíthatunk minden lényt a szenvedéstől az úton. Köszönöm szépen!